Magok egy kis pohár alján, mellette célszerszám, amely az ültetésre ösztönöz mindenkit, ez is egy landart stílusú alkotás a Nyíregyházi Egyetem melletti erdős területen, az interaktív tárlat művészei egyetemi hallgatók. Örülhetnek, hogy kijönnek egy kicsit a természetbe, nem a négy fal között vannak, nem egy szokványos másodle típusú feladat van, hanem mondjuk ez a nehézsége is ennek a műfajnak, hogy gondolkozni kell. Tehát legegyszerűbb valamit megnézni, lerajzolni, lemásolni azt, amit látnak. Itt viszont kihozni valamit ezekből a... Tehát egyrészt van a természet gazdagsága, a másrészt pedig mégiscsak szűkös az, amit ebből egy művész fel tud használni, amit a gazdag természethez egyáltalán hozzá tud adni. Öt hallgató alkotott természetes anyagokból a természetben. Egy kötélből létrehozott kockát készítettem, úgynevezett erdőkockát, ahogy én nevezem, és hát nagyon jó hangulatban teltek ezek a folyamatok, ezek a kivitelezések, hiszen itt most egy olyan helyen voltunk, hogy tehát nem a műteremben, nem otthon a szobában, a négy fal között, kint a természetben, a szabadban, a friss levegőn, és azért ez egy teljesen más érzés, teljesen más dolog, mint a négy fal közt alkotni. Kötél, kő, facsipeszek egy régi szárítón, vagy éppen interaktív connectivity, amely előhozza a művészt és a matematikust is a nézőből. A landartos multigráf játékra ösztönöz mindenkit. Magák a munkák és a munkák anyagá és a technikai kivitelezésük az mind természetes anyagokból vannak kivitelezve és elkészítve. Másik szempontból pedig az, hogy interaktívak, tehát ez azt jelenti, hogy kölcsönhatással van a nézőre. A mű és a néző tehát így egymással viszonyban van. Többek között az esetleges vandáloktól és az időjárástól is függ, hogy az alkotások meddig látogathatóak még az egyetem melletti erdős területen.